Jó estét kívánok! Ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Napokon belül újraindítja debreceni bázisát a Wizz Air légitársaság. Az elmúlt hónapokban a pandémia miatt jelentősen visszaesett a repülőtér forgalma. A bejelentés tehát azt jelenti, hogy ha óvatosan is, de magasabb fokozatba kapcsolhat városunkban a légiipar. Az újrainduló menetrend szerinti és a szezonális charterjáratokról is szó lesz a következő percekben. Vendégem a stúdióban Vajda János, a Debrecen International Airport Kft. Ügyvezetője. Jó estét kívánok, igazgató úr! Jó estét kívánok! Igazgató úr, azt hiszem, hogy mintha látnánk a fényt az alagút végén, milyen hónapok vannak önök mögött? Egyáltalán nem egyszerű hónapok vannak mögöttünk. Alapvetően 2020-as évek elejére kanyarodnék vissza egy pillanatra, amikor is ugye a 2019 év után vártuk ugye a továbbfejlődést, és ugye január-februárban ez gyönyörű szépen látszott is, hiszen az előző évhez képest további 20-25%-ot tudtunk növekedni január és február hónapban. Aztán ugye eljött a március, ami gyakorlatilag az iparnak a teljes leállását hozta közel 3 hónapra. Nyilván egy olyan helyzettel találkozott az egész iparág, ami így mértékben gyakorlatilag még nem volt tapasztalható sehol sem. Elkezdtük nyilván azokat a feladatokat ellátni, vagy azokat az utakon elindulni, ami valóban ismeretlen volt még eddig a repülőtér számára. Itt tett el gyakorlatilag 3 hónap, aztán következett egy rövid nyári szezon, ahol ugye a bizonytalanságokán nagyon kevesen repültek, féltek a országváltásoktól. Bonyolult volt ugye összességében eljutni egyik városból a másikba, és hát ugye térre ismét teljesen leálltunk. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon tanulságos időszak van mögöttünk, és azért azt el tudom mondani, hogy ez idő alatt is fejlődött a repülőtér, ugye új dimenziókat kerestünk, gondolok itt ugye a parkoló légijárművek folyamatos karbantartására, kargóengedélyre, a magángépes utazó szektornak a még nagyobb számú jelenlétére a repülőtéren. Ők nem maradtak el? A magánüzleti célú repülések, a kisgépes utasok? Igen, én azt tapasztaltam, hogy már tavalyi évben is ez a fajta szegmens azért erősödött, hiszen ugye azért a globális világ egyszerűen szerintem képtelen gyakorlatilag már a légiközlekedés iparágat kizárni a rendszerből. Éppen ezért ugye szükség volt arra, hogy adott esetben nagyon gyorsan eljusson egy-egy szegmens, egy-egy vállalat ugye a tengeren túlra is, ha úgy alakult, és ugye nyilván ehhez kiváló helyszínt biztosított a repülőtér. Azoknak a fejlesztéseknek köszönhetően, amit ugye elvégeztünk a pandémia idő alatt is, illetve azt megelőzően. Úgyhogy ez az iparág, ez a szegmens, ez tudott növekedni. Ugye idén januártól egészen május végéig 2500 fő látogatta ugye meg a repülőtereket, indult vagy érkezett tőlünk. Én azt gondolom, hogy ez azért alapvetően egy jó eredmény. És hát igen, most már látjuk a fényt az alagút végén, ugye június 5-ével újraindul a forgalom nemzetközi repülőterünkről. Még mielőtt ezeket mondanánk, ugye egy-két számot én is kiírtam, hogy 2019-et, ha jól emlékszem, több mint 600 ezeres utasforgalommal zárta a reptér, és rá úgy fogalmazott a egy múlt heti szakmai konferencián, hogy 2013-at idézte a 2020-as eredmény. Igen, valóban így van, ugye vasárnap volt 20 éves a nemzetközi légiközlekedés Debrecenben, ugye onnantól nyitott az égbolt gyakorlatilag bármilyen nemzetiségű személynek ugye a Debrecenbe töltő utazása során. És hát valóban ugye ezen emlékezés apropóján ugye mélységeiben elemeztük ugye a számainkat, és valóban gyakorlatilag 2013-at idézte az utasforgalmunk, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy ilyen közel 85%-os visszaesés tapasztalható volt 2019-ről 2020-ra. 130 ezer utas környékén zártuk ugye az évet. Akkor, amint már említette, májusig 2500, hát azért innen még azért lehet felfutni. Most jó hírekkel szolgálta a Wizz Air, újraindít a bázis.
Igen, ugye ennek tényleg azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban nagyon sokszor nekifutottunk természetesen. Tehát ugye a repülőtérüzemeltetője, a stratégiai partnerek, légitársaságok tekintetében, ugye a Wizz Air, illetve a Lufthansa kapcsán hetente több meetinget is folytattuk, és kerestük azt az optimális időpontot, amikor ugye gyakorlatilag újra el lehet indulni. Ez természetesen nem csak a légitársaságon, és nem csak az üzemeltetőn múlott, hiszen mi gyakorlatilag az év 365 napján készen állunk arra, hogy fogadjunk légijárművet a nap 24 órájában. Ez nem is változott meg akkor sem. Egyébként, amikor ugye gyakorlatilag a pandémia, vagyis a COVID-19 ugye a legmagasabb szinten fertőzött, mi folyamatosan készen álltunk arra, hogy légijárműveket fogadjunk, és kerestük valóban azt a pontot, amikor ugye érdemes elindulni. Ugye ehhez szükség van egy nagyon stabil kormányzati szándékra is, olyan szinten, hogy ugye megfelelő együttműködéseket kössön a Európán belül, azon kívül ugye a két kormány egymással, és ugye ezeknek köszönhetően van nekünk egyre könnyebb dolgunk, hiszen ugye attól függetlenül, hogy a higiéniai előírásokat maximálisan be kell tartsuk, azon kívül, hogy az utasokat érkezéskor, induláskor is folyamatosan ellenőriznünk kell olyan tekintetben, hogy megvan-e a megfelelő dokumentációjuk, megvan-e a tesztjük, el tudnak-e utazni az adott országban. Azon kívül ugye nyilván szükség van ahhoz, hogy a kormányok között megfelelő együttműködést legyen, és adott esetben egy-egy oltási igazolványa, vagy dokumentáció, hogy tudjanak menni az utasok, idézve ugye a 2019-et, hogy gyakorlatilag egy EU-s tagállamon belül szabadon utazhat bárki egy személyigazolvánnyal. Ez most egy picit nehezebb lesz nyilván, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy amivel ugye mi el tudunk indulni 5-én, az Eindhoveni járatunk lesz, ez már azért azt idézi, hogy ugyanaz utasoknak nyilván egy picit nehezebb lesz, mert sokkal több dokumentumot kell magukkal hozni, tehát gondolok itt akár a PCR-tesztre. Hamarabb ki kell jönniük majd? Nem. Becsekkolni? Vagy nem. Az nem változik? Nem. Mi ugye alapvetően ezekre a extrém helyzetekre úgymond, bár nem tudjuk, hogy meddig tart ez majd, de abszolút felkészültünk. Tehát ugye mi megfelelő szinten vagyunk arra a tekintetben, hogy gyakorlatilag a két órával előtti érkezés, illetve a kapuzárás közötti időszakban elvégezzük minden szükséges adminisztrációt. Én azt mondom, inkább az lenne a fontos, hogy az utasok alapvetően megfelelő szinten tájékozódjanak, amit természetesen mi is elő fogunk tudni segíteni azzal, hogy a honlapunkon, közösségi médiai oldalunkon ezeket a hasznos információkat fel fogjuk tüntetni. Tehát a tudnivalók, hogy oltási igazolvány, oltottság, PCR-teszt, stb. Milyen érvényességre gondol. Indul az Eindhoveni járat, azután említett Radó úr, a Wizz Air kommunikációs menedzsere még más járatokat is, amik szintén a közeli jövőben, ebben a hónapban indulhatnak még. Hova lehet majd még repülni Debrecenből? Alapvetően ugye az Eindhoveni járatot fogja követni a londoni, ami szinte egy héten belül el fog indulni. Bízunk egyébként benne, hiszen azért az elmúlt időszakban azt el kell mondani, hogy nagyon sokszor tűztük menetrendre már egy-egy járatot, azonban különböző okoknál fogva ugye jellemzően ez a COVID-fertőzöttségnek az arányai miatt nem valósulhatott meg. Azt követően pedig ugye, ami egy nagyon izgalmas destináció lesz, az Thessaloniki, a Görögország, Görög szigetvilág egyik gyönyörű szép szigetére tudnak majd Debrecenből eljutni, ugye az oda a nyaralni vágyók, és reméljük, hogy ugye ahogy halad előre a nyár, és ugye a fent lévő járatainkat el tudjuk kezdeni, pontosabban megfelelő töltöttségek lesznek, akkor alapvetően Majorka is visszajöhet, illetve később majd Ciprus. Mi a helyzet a charterekkel? Charterek vonatkozásában ugye szintén egy nehéz piaci környezetről beszélhetünk most sajnos. Alapvetően annak örülök, hogy egyébként a török desztinációk az gyakorlatilag el tud indulni. Most az előzetes tervek szerint 9-én lenne az első járat, de ugye ez szintén ugye annak függvénye, hogy gyakorlatilag Törökországban adott időpontban milyen a szállodák fogadókapacitása, illetve hogy a megfelelő egyezmények megköttetnek-e. Az egészen biztos, hogy lesz török charterünk, ugye 9-én van tervezve az első járatunk, és azt követően pedig gyakorlatilag hetente egyszer
fog indulni. Foglalásokról lehet-e tudni valamit, hogy alakul mondjuk az Eindhoveni, ami a legközelebbi? Most azt látom egyébként, hogy az Eindhoveni járatunk az gyakorlatilag már majdnem 80%-os töltöttségen van indulóban. Érkezői vonatkozásban még kevesebbet látunk, ott én azt gondolom, hogy olyan 40-50% lehet körülbelül. Én azt gondolom, hogy ez egy jó szám, és hiszek abba, hogy gyakorlatilag ilyen fokozatosan ugye gyakorlatilag elérhetjük azokat, hogy az eddig látott járatok mellett még akár idén is esetleg új desztinációt tudjunk bejelenteni. Ezek nyilván egy nagyon-nagyon magas szinten végzett piackutatás eredményeinek az összeadódásai lesznek majd, úgyhogy én izgalmakkal teli várom a nyarat és az előttünk álló szezont. Reméljük, hogy most már valóban újraindulunk. Legyen így, egy kérdés még a végére. Ön mire számít, mikor állhat helyre, mondjuk 2019-hez képest, mikor állhat helyre a légipar, mikor hozhatunk meg ilyen 600 ezer fölötti számokat? Én azt gondolom, hogy ez a kérdés, ez még jelenleg az európai, de mondhatni, hogy a világ légiközlekedési iparának is egy nagyon nagy talánya. Én hiszek abban egyébként, hogy regionális szinten, tehát regionális repülőtérként, a Debrecen International Airport gyakorlatilag akár 2-3 éven belül visszaépülhet, és ugye olyan kapacitással tud majd menni, ahogy azt ugye az előzetes számainkban mi vizionáltuk önmagunknak. Nyilván egy nagy repülőtér, egy nagy elosztó repülőtér sokkal nehezebben fog ugye visszaépülni, hiszen elmaradnak az átszálló utasok, stb. Mi regionális szinten arra számítunk, hogyha az utazási kedv az olyan marad, mint ahogy most látszik, illetve nyilván ugye a koronavírus járványt is gyakorlatilag ilyen mederbe tudjuk tartani, ahogy most van, akkor én hiszek abban egyébként, hogy akár ez még hamarabb is megtörténhet. Hiszen nálunk alapvetően tőlünk igazából két bázisgép helyett most egy fog indulni, és 7 desztinációt kellene újra visszatűzni a palettánkra, és ugyanazokat a számokat tudnánk hozni. Legyen így minél előbb. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget.